munkahelyteremtés Tiszalökön 31 új munkahelyet teremt a 470 millió forintból épülő biozöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem. Új utakon a hazai gasztronómia. Az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül a magyar gasztronómia, aminek sikerült meghatározó pontként felkerülnie Európa térképére. A változásokban a megyének is nagy szerepe van. Díjazták a megye tehetségeit, 7 tanuló vehetett át elismerést, ők nemzetközi, országos vagy megyei tanulmányi, szakmai vagy művészeti versenyen értek el kiváló eredményeket. Harmincegy új munkahelyet teremt a biozöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem építése Tiszalökön. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Grapestone Press Kft. Mintegy 470 millió forintos visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert a gyár építésére. Az üzem egyediségét jelzi, hogy a gyümölcs egészét feldolgozzák majd. A gyümölcslevek készítésén túl a megymagból például kozmetikai ipar számára gyártanak majd olajat. Ezen a több mint 1400 négyzetméteres területen működik majd a biozöldség és gyümölcsfeldolgozó Tiszalökön. Az építkezés és a projekt teljes költségvetése valamennyivel több mint 938 millió forint. Ennek 50%-át nyerték el a vidékfejlesztési operatív program pályázatán. Így mintegy 470 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a Grapestone Press Kft. Egyedi gyártású üzemük építéséhez. Az egyediség azt jelenti, hogy mi a gyümölcs egészében gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy nem csak a gyümölcslé és a gyümölcs püré lesz a termék, hanem az adott gyümölcs például a medgyet teljes egészében feldolgozzuk, a gyümölcspüré kívül a maghéjat a biomasszakazánban fogjuk eltüzelni, a mag belsejéből kozmetikai ipar számára gyártunk értékes hidegen sajtolt olajat, míg a gyümölcshéjból extrakciós alkoholos, organikus alkoholos extrakciós eljárással flavonoidokat fogunk kinyerni, amit visszatesszük a gyümölcspürébe. Az üzemben almából, megypől, paradicsomból és céklából készült biogyümölcsleveket, pépeket, püréket és gyümölcsízt készítenek majd. A tervek szerint az árbevételük 80%-át az export teszi ki, nem csak a hazai piacra termelnek. 4 kontinens 40 országába szeretnék szállítani majd termékeiket, a nyugati piacon ugyanis hódítanak a biokészítmények, emelte ki Szuhócki Gábor. Az üzem építését hosszú évek munkája előzte meg. A Kft. Azért szeretett volna Tiszalökön építkezni, mert a környék gyümölcstermesztő vidék, valamint a régiónak nagy tapasztalata van a rezisztens fajták termesztésében is. Az üzem létrehozása 31 munkahelyet teremt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is az egyik legfontosabb dolog a munkahelyteremtés, hiszen cél az, hogy olyan gazdaságpolitika legyen az országban és a megyében, hogy elérjük a teljes foglalkoztatottságot. Itt ebben a megyében, ebben a térségben még magasabb a munkanélküliség, mint az országos átlag, de hál' Istennek itt is 6-7% körül van, és egy ilyen beruházás, amely tulajdonképpen a feldolgozóipart erősíti, 31 új munkahelyet teremt gyümölcselőkészítésben, tulajdonképpen szakképzettséget sem igényel, hanem a munkafolyamatokra kell betanítani az embereket, ez egy nagy lehetőség. Szabolcs megyében jelenleg átlagosan 3,5 és 4% között van a munkanélküliek aránya. Tiszalök és környékén ez viszont mintegy 7%. Ennek javítására 570 millió forintos támogatásból alapinfrastruktúra fejlesztések indulnak a településen, közműveket építenek ki, hogy ennek hatására egyre több befektető érkezzen a városba. A feldolgozó üzem nagyban segíti majd a településen élő munkanélküliek helyzetét, erről Tiszalök polgármestere beszélt. De nagyon fontos, hogy az önkormányzata a feltételeket biztosította a mindenkori érdeklődőknek, akik Tiszalökön szeretnének céget vagy munkahelyet létesíteni, és több év előkészület után jutottunk el odáig, hogy itt egy nagy projektnek nevezhető beruházás kezdődik el, vagy hát a földmunkákból már lehet látni, hogy elkezdődött. Nagyon sokat jelent, hiszen azért az országos átlagtól még rosszabbak a mutatóink a munkaerő piacon. Nem csak közvetlen, hanem közvetett módon is munkahelyteremtő a mostani beruházás. A környéken élő, mezőgazdasággal foglalkozó családok is profitálhatnak majd a biozöldség és gyümölcsfeldolgozó üzemből.
Negyedszer is Krivács Andrást választották meg az idén 50 éves jubileumát ünneplő Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökének. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakember így újabb 2 évre kapott megbízatást a szövetség szakmai munkájának koordinálására. Krivács András 35 perc című műsorunkban elmondta, az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül a hazai gasztronómia, aminek sikerült meghatározó pontként felkerülnie Európa térképére. A szövetség elnöke hozzátette, a változásokban a megyének is nagy szerepe van. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség célja, hogy koordinálja a hazai gasztronómia különböző szakterületein tevékenykedő tagjainak szakmai működését, ápolja a magyar vendéglátás hagyományait és képviselje a szakmabeliek érdekeit. A szövetség elnökeként negyedszer kapott megbízatást Krivács András. Az újra választott elnök úgy látja, a gasztronómiai szövetség élén eltöltött 8 éve alatt a magyar gasztronómia jelentős lépéseket tett előre. 10 évvel ezelőtt egy betárcsázós internetünk volt, amit vártunk, hogy vagy ad a modem jelet, vagy nem. Hát a gasztro technológiába, vagy a technológiai folyamatokban egy ugyanekkora robbanás volt az elmúlt 4-5-6 évben. És a kollégák nagyon jól fordultak, nagyon jól vették ezeket az akadályokat, és a magyar konyha is kezdi megtalálni azt a helyét a 21. század gasztronómiájába, amelyet el kell, hogy majd foglaljon. Én nem azt mondom, mi vagyunk a legjobbak, de törekszünk arra, hogy elfoglaljuk méltó helyünket picike országként, de minden meghatározóbb szerepet szeretnénk ebből kicsipni a Európa térképén. Krivács András elmondta, arra bíztatják a gasztronómiai szakembereket, hogy ne menjenek külföldre dolgozni, de ha mégis így tennének, akkor adják át az ott megszerzett tapasztalatokat az itthon maradt kollégáiknak. Hozzátette, a gasztronómia fejlődésében megyénknek is fontos szerepe van. Sokkal-sokkal több olyan dologhoz tudunk hozzányúlni, akár egy 40-50 kilométeres sugarú körben, hogyha itt a mangalicára visszatekintek, vagy a tanyasi csirkére, vagy éppen a kecske sajtra, a tejre, a kiváló tejre, a zöldségekre, gyümölcsökre, és ki kell sétálnunk a kertbe, vagy ki kell sétálnunk egy nagyon jó mezőgazdászhoz, meg kell vele beszélnünk, hogy mit szeretnénk a portfóliumban, és ők a legjobb tudásukat fogják beletenni. Krivács András beszélt arról is, hogy a magyar turizmusban 18-20%-os növekedés tapasztalható az elmúlt években, a fellendülésben pedig sokat segített a szépkártyás fizetési lehetőség is. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség a közeljövőben videoblogot indít a szakmabelieknek, hogy minél többen hozzájuthassanak a fejlődéshez szükséges oktatási anyagokhoz. 35 diák pályázott a megyéből a 2018-as tehetségdíjra. Ezt minden évben azok a tanulók kapják meg, akik akár több nemzetközi, országos vagy megyei tanulmányi, szakmai vagy művészeti versenyen is kiváló eredményeket értek el. Idén 7 kitüntető díjat adtak át. Megtelt a megyeháza díszterme tehetséges diákokkal és az őket felkészítő pedagógusokkal. Idén 9. alkalommal adtak át emlékplaketteket és okleveleket azoknak az általános és középiskolás diákoknak, akik pályáztak a tehetségdíjra. Erre jelöléseket bárki beküldhetett, amelynek tartalmaznia kellett a tanuló elért eredményeit, és be kellett mutatni a felkészítő tanárát is. A beérkezett tanulói és tanári pályázatokat egy független szakmai zsűri értékelte. 35 diák pályázott a megyéből. Nagyon nehéz volt kiválasztani a pályázók közül a végül díjat kapókat, és tulajdonképpen már az is egy hatalmas szűrő volt, hogy itt már a meglévő eredményeikkel pályázhattak, és ezek között vannak nemzetközi, világszintű eredmények is. És a zsűri az természetesen ilyenkor mindig nehéz helyzetben van, hiszen nagyon nehéz összehasonlítani egy művészeti témában versenyző gyereket egy biológia témában dolgozó gyereknek a munkájával. A tehetségnaphoz tartozó ünnepélyes díjátadó fontos, de nem a legfontosabb része a tehetséggondozásnak. Fontos a diákokat ezzel is motiválni, hiszen bennük van a lehetőség, hogy tehetségüket kibontakoztatva a közösségek számára is fontos alkotóerőt mutassanak. Az eredmények a hétköznapokban alapozódnak meg, és akkor születnek a hétköznapi munka alapozza ezt meg. Itt most a tehetséggondozásban, a tehetségek felfedezésében élenjáró pedagógusok kapnak díjakat, illetve azok a diákok, akik már többet mutatnak, mint egyszerű ígéretet,
hanem már megmutatták tudásukat különböző megmérettetések alkalmával. A megyeházán összegyűlt diákok csak a jelölésről tudtak, hogy kikapja a díjakat, az meglepetés volt. Filipczuk Péter Gusztáv 3 napja tudta meg, hogy jelölték a díjra. Az elmúlt években több elismerést is magáénak tudhatott már, így nem izgult a díjátadó előtt. Kutatást folytatok a Debreceni Egyetem műszaki karán, szürke vizek újrahasznosítása terén, valamint sportban is kiemelkedő vagyok, országos versenyek résztvevője. A szokásos díjakon túl idén Nyíregyháza önkormányzata is felajánlott 3 külön díjat. Még egy napjuk maradt a társasházaknak arra, hogy igényeljék a téli rezsicsökkentést. A közös képviselőknek május 31-éig kell elküldenie a nemzeti közműveknek a lakók kérelmét. A kérelem az állami szolgáltató honlapján is elérhető, és postai vagy elektronikus úton kell visszaküldeni, de személyesen is be lehet vinni a Nemzeti Közművek ügyfélszolgálati irodájába. A kormány még márciusban döntött arról, hogy a tél végi rendkívüli hideg miatt minden család gáz, illetve távhő számlájából átvállal 12 000 forintot, emellett plusz támogatásra számíthatnak azok is, akik szénnel vagy fával fűtenek. Újabb fontos dátum közeledik, ezúttal a vállalkozások életében. Május 31-éig kell ugyanis benyújtani a 2017-es adóévről a helyi iparűzési adóbevallást, valamint ezen időpontig kell megfizetni a 2017-es adóévre megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét, illetve a túlfizetés ettől az időponttól igényelhető vissza. Idén a Nyíregyházán székhelyel, telephelyel rendelkező gazdálkodó szervezetek az iparűzési adóbevallást szinte kivétel nélkül kizárólag elektronikus úton teljesíthetik. Május 28-ától június 1-ig 5 filmet láthat a közönség Nyíregyházán a Krúdi Art moziban az Európai Filmhét keretében. A francia, belga, magyar, olasz és spanyol filmek között dráma, vígjáték és animációs kalandfilm is szerepel. Már 10. éve rendezi meg a Europe Direct az Európai Filmhetet Nyíregyházán. Az esemény célja, hogy bepillanthassunk más nemzetek hétköznapjaiba is, így belga, francia, olasz, valamint egy magyar filmmel is találkozhatnak a nézők. A szervezők a műfaji sokszínűségre is odafigyeltek, ezért vígjáték, dráma és animációs kalandfilm is került a műsorba. Direkt is, indirekt módon is próbáljuk megszólítani a lakosságot. Van egy éves tervünk, egy rendezvénytervünk. És hát a május-június az a hónap, amikor az Európai Filmhét zajlik Nyíregyházán, több mint 10 éve. És ennek is köszönhető, meg annak is, hogy jó filmeket igyekszünk ilyenkor beválogatni, hogy népszerűvé vált a lakosság körében, és már várják, már keresik, szinte tudják, hogy nagyjából május végén ez a program elindul. A filmek hétköznapi eseményeket és problémákat dolgoznak fel, viszont a különböző nemzetek kulturális különbségei miatt érdekesség a hazai nézők számára, hogy mennyiben élik máshogy az életüket az unió más tagállamaiban, tette hozzá Demeter Zsuzsa. A projektmenedzser azt is elmondta, az idei évben ismeretterjesztő kis videókkal is készültek a mozifilmek előtti percekre. Az idei évnek az az újdonsága, hogy a nagy filmek előtt vannak kisfilmek. Ezek a kisfilmek 4-5-6 perces alkotások egyébként, és az Európai Uniós jogainkról szólnak tulajdonképpen. Tehát van mondjuk egy olyan kisfilm, amely a vállalkozás indításhoz kapcsolódik. Hogy vajon, ha valakinek van egy ötlete, akkor hogyan tudja ezt megvalósítani? Hát ehhez nyújt segítséget akár az Európai Uniós Ifjúsági Garancia Program például. Vagy van arról kisfilm, hogy mit is jelent az, amikor valóban szabadon járhatunk az országok között. Vagy arról is, hogy ugye itt a szélessávú internet kiterjesztése a vidéki területekre, ez az egyik célja most az Európai Uniónak, tehát miért van erre szükség, miért jó az, hogyha egy távolabbi helyről is, vagy helyen élő is tud tájékozódni a világ dolgairól. És akkor ezeket a kisfilmeket a nagyok előtt vetítjük le, tehát kvázi Európai Uniós ismereteket továbbítunk így is. A filmek egy előzetes regisztrációt követően ingyen megnézhetőek délutánonként 17:30-tól a Krúdi moziban.
Győzelemmel zárta a szezon utolsó meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B 5. helyéről döntő párharc második meccsén 82-65-re verték a pécsi VSK csapatát, így az első mérkőzésen összeszedett 3 pontos hátrányt bőven ledolgozva szerezte meg az 5. helyet Siska János együttese. A 3 pontos hátrányt már az első negyed végére ledolgozta a házigazda, 10 perc játék után 23-13-ra vezettek a cápák. A folytatásban feljöttek a vendégek, a sokat cserélő nyíregyháziak azonban a nagyszünet kezdetére 2 pont hiány visszaállították a különbséget. Fordulás után nagyon megnyomta az első perceket a Blue Sharks, és ekkor már látszott, hogy a pécsieknek nincs esélyük arra, hogy szorossá tegyék a mérkőzést. A szezon utolsó meccséhez illően mindkét edző pályára küldte valamennyi játékosát, és a hazaiak részéről valamennyien hozzá is tudtak tenni valamit a végül magabiztos 17 pontos győzelemhez. Felhívtuk a játékosok figyelmét a mérkőzésen, hogy jól kell elkezdeni a mérkőzést. Ezt megcsináltuk, az első negyedet jól kezdtük. Amikor hullámzott a teljesítmény, azért volt, mert 4 fiatal volt akkor a pályán, és akkor egy kicsit másképp megy a játék. De összességében örülök a győzelemnek, és annak, hogy a fiatalok is sokat játszottak. A vendégek edzője szerint csapat a szezonvégi fáradtsága is közrejátszott abban, hogy nem tudták megszólítani a nyíregyháziakat a második mérkőzésen. Úgy néz ki, hogy ezen a meccsen ennyire voltunk képesek. Nagyon messze van Pécs Nyíregyházától. Szerintem meglátszott a srácokon. Nyilván a Veikónak az első negyedben sérülése nem tett jót a játéknak, utána ugye visszaállt, de nem tudott teljes értékű munkát végezni. Meg hát szerintem ez az egész szezon hosszú volt nekünk. Mert a Nyíregyháza ugye csak B csoportot játszott, mi játszottunk U20-at is. Így kb. 2-szer annyi meccs van a srácokban, mint a Nyíregyháza játékosaiban. Szerintem ez meglátszott. A végül 23 pontig jutó csapatkapitány Nagy Krisztián szerint már az első mérkőzésen megalapozták azt, hogy sikerrel zárják a Pécs elleni párharcot. Igazából Pécsen egy döntetlen értékű 3 pontos vereséget szenvedtünk el. Nem, hála Istennek nem kaptunk ki sokkal, szinte egáról indult ez a mérkőzés. Belülről nagyon élveztem a játékot, talán feldobott az, hogy még itt a végén azért a szurkolóknak megköszönjük és megháláljuk a szurkolást egy jó játékkal. Remek ellenfél volt a Pécs, végig kosárlabda volt a pályán. Nem kellett most más sportot választani a győzelemhez. Gratulálok nekik is. Nagyon jó volt a pályán lenni, jó volt, hogy mindenki hozzá tudta tenni a magáét. Igazából élveztük a kosárlabdát, és nagyon örülök, hogy így tudtuk zárni a szezont. A Nyíregyháza Blue Sharks tavalyi szereplését megismételve az 5. helyen zárt az NB1B-ben. A játékosokra még levezető edzések várnak, 3-an viszont azok után sem pihennek, mivel Fazekas Csaba az U20-as, Mokánszki Máté és Sitku Márton pedig az U18-as válogatotthoz csatlakozva készül majd a nyári Európa-bajnokságra. Győzelemmel búcsúzott a szurkolóitól a Nyíregyháza Spartacus. Bozsik József együttese utolsó hazai meccsén a Vácot fogadta, és Rezes, valamint Tóth Ádám góljával 2-0-ra verte ellenfelét. A Spari a zárófordulóban a kiesés elől menekülő Szolnok otthonában lép pályára. A masszív középcsapatnak számító Vác ellen lépett utoljára hazai környezetben pályára ebben a bajnokságban a Nyíregyháza Spartacus. Már a 8. percben megszerezte a vezetést a házigazda, Rezes talált a vendégek kapujába. 6 perccel később megduplázta előnyét a Spari, a felnőttek között most bemutatkozó 16,5 éves Tóth Dávid tett emlékezetessé debütálását. A folytatásban is fölényben voltak a nyíregyháziak, de több gól már nem született, így Bozsik Péter együttese 2-0-as sikerrel búcsúzott el szurkolóitól. Ez volt a célunk, erre készültünk egész héten. Hál' Isten, több szempontból is jól sült el a mérkőzés. 2 nagyon fiatal játékosunk, 2001-es születésűek, Tóth Ádám és a Starosta Dávid is tudtak debütálni egy-egy fél időre, illetve Bajzát Peti búcsúja is szépre sikeredett. Az első gól szerzője, Rezes László, győzelem mellett annak is örült, hogy hosszabb szünet után ismét betalált a kapuba. Egy hosszú szezonnak a végén járunk, az utolsó hazai mérkőzésünket sikerült megnyerni. Én úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk a hétvégén, és még van egy meccsünk Szolnokon vasárnap, azt a mérkőzést is szeretném megnyerni. Egy elég nehéz időszakon mentem keresztül én is, hosszú idő után sikerült nekem is gólt szereznem, és örültem is ennek. A Szolnok jelenleg a 19., azaz kieső helyen áll az NB2-ben, de győzelmi és a többi eredmény kedvező alakulás esetén még bennmaradhatnak a másodosztályban a tiszapartiak. Biztos, hogy nagyon éles Szolnokkal fogunk játszani, meg fognak tenni mindent a bentmaradásért, mi pedig meg fogunk tenni mindent azért, hogy idegenből is elhozzuk a 3 pontot.
Mozsik József elmondta, hogy a vasárnapi mérkőzésen agyrázkódást szenvedő Szokó Zsolt természetesen nem lép pályára Szolnokon, a felkészülés kezdetéig azonban felépül a védő. Sikerrel vette az első fordulót a Roland Garroson Fucsovics Márton. A világranglista 45. helyén álló nyíregyházi teniszező 6-3, 6-3, 7-6-ra verte a rangsorban 88. kanadai Pospisilt. Fucsovics a 39 millió euró összdíjazású párizsi torna második körében csütörtökön a világranglistán 17. brit Kyle Edmund ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 31 új munkahelyet teremt a biozöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem építése Tiszalökön. A Grapestone Press Kft. Mintegy 470 millió forintos visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert ennek építésére. Az üzem egyediségét jelzi, hogy a gyümölcs egészét feldolgozzák majd, a gyümölcslevek készítésén túl a megymagból például a kozmetikai ipar számára gyártanak majd olajat. Negyedszer is Krivács Andrást választották meg az idén 50 éves jubileumát ünneplő Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökének. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szakember így újabb 2 évre kapott megbízatást a szövetség szakmai munkájának koordinálására. Krivács András 35 perc című műsorunkban elmondta, az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül a hazai gasztronómia, aminek sikerült meghatározó pontként felkerülnie Európa térképére. A szövetség elnöke hozzátette, a változásokban a megyének is nagy szerepe van. 35 diák pályázott a megyéből a 2018-as tehetségdíjra. Ezt minden évben azok a tanulók kapják meg, akik akár több nemzetközi, országos vagy megyei tanulmányi, szakmai vagy művészeti versenyen is kiváló eredményeket értek el. Idén 7 kitüntető díjat adtak át. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 30-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Továbbra is meleg, a korábbiaknál valamivel szárazabb és kevésbé labilis levegő érkezik fölénk. Emiatt a következő napokban kánikula várható, kevés helyen csapadékkal. Az előttünk álló éjszaka változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható. Zápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Zápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken még folytatódik a meleg nyári idő, a kánikula sok napsütéssel, sokfelé 30 fok feletti csúcsértékkel. A hétvégétől ismét több helyen várható csapadék, emiatt enyhül majd a kánikula, de komolyabb lehűlés nem várható. A jövő héten is meleg, nyári időnk lesz, csökken a csapadékhajlam, zápor, zivatar csak kevés helyen lehet.